fő érv azzal szemben, hogy szétszedjék a megyéket, az három típusú érv volt. Az egyik, amelyeket önmagában perdöntő, hogy 1000 éves megyéket tartunk fel, pont. Tehát az a megyerendszer, ami Szent István óta áll, és 1000 éven keresztül jó volt, akkor az jó lesz a következő 1000 évben is. Ez az egy. A másik az, hogy egész egyszerűen az emberek mentalitásától idegen az, hogy Brüsszelbe vagy Budapesten rajzolgatnak térképet, hogy mi hova tartozik, de direkt nem akarok most Fejér megyei példát mondani, de mondjuk nincs az a hatalom, hogy egy somogyi ember az ügyeinek az intézésére ne Kaposvára menjen, hanem mondjuk Pécsre.